az egyik kedvenc zöldségfélémről és az egyik legsokoldalúbb zöldségről, a tökökről szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek, illetve egy olyan tök egyszerű receptet, amit olyan gyorsan el lehet készíteni, hogy mire kimondjátok, hogy tök jó, tökéletes tökrém már szinte készen is van. A tökfélék családja, vagyis a kabakosok, a kukurbiták az egyik legsokoldalúbb zöldségcsalád, amit a kertben megtermeszthetünk. Rengeteg faj és fajta tartozik alá. Ide tartoznak ugye a klasszikus tökök, de vannak lopótökök, kolbásztökök, ide tartoznak a cukkinik, az uborkafélék. Szóval tényleg egy nagyon-nagyon sokoldalú családról van szó. Ráadásul egy olyan növényről, ami egy kifejezetten... Hát nem azt mondom, hogy kisigényű, mert hogy a tápanyagot meg a vizet azt nagyon szeretik, viszont hogyha ezt megkapják, akkor nagyon ellenállóak. Nyilván nagyon sokan láthatok már olyat, hogy mondjuk a komposztba véletlenül bekerült egy tökmag, és onnan elburjánzott egy óriási tök, és tényleg csak azt vettétek észre, hogy ott vannak az óriási tökök a levelek alatt, és semmit nem kellett velük csinálni. Hát ennyire önjáróak a tökfélék. Én ráadásul arra szoktam őket használni, kifejezetten a Hokkaido tököt, ami az egyik kedvencem, tehát egy szuper jó tök, nem annyira ismert hazánk, pedig nagyon jó, nagyon ízletes, nagyon sokféle finomságot lehet belőle elkészíteni, ráadásul remekül mászik, úgyhogy én arra használom, hogy a veteményeseim fölé árnyékolok velük. Ugye a mostani nyár is megmutatta, hogy borzasztó nagy melegek lesznek, és valószínűleg sajnos a jövőben is várhatóak, és még a meleg igénylő zöldségeinket is le kell árnyékolni, mint például a paradicsom, mert ezt a hőséget már ők se bírják, és erre nagyon-nagyon jók a tökfélék, kifejezetten a Hokkaido tök, ami szinte minden meleget elvisel, hogyha kap elég vizet a gyökereinél, és én annyit szoktam csinálni, hogy egy árnyékoló rendszert építek, és arra fölfuttatom a tököt, és akkor két legyet ütök egy csapásra, egyrészt árnyékolok, másrészt lesz egy csomó finom Hokkaido tököm, ami egész télen eláll. Úgyhogy egy nagyon-nagyon jó család. Egyetlen egy dologra érzékenyek sajnos a tökfélék, különösen a cukkini, ez pedig a lisztharmat, ami hát nem tudom idén, nem tudom nálatok hogy volt, nálunk nagyon sok volt a kertben. Ezzel ellen is föl lehet venni a harcot, vissza lehet vágni, le kell vágni a fertőzött leveleket, lehet teljes permetezést adni nekik, illetve más biológiai védekezési lehetőségeink is vannak. Illetve én még azt szoktam csinálni, hogy egy hónapos elcsúsztatással vettem el a magokat, így aztán mire a lisztharmat tönkretesz egy növényt, addigra már ott a következő generáció, és így szépen ki lehet ezt játszani, és egész évben tudunk cukkinit és egyéb tökféléket szüretelni. A másik előnyük az eltarthatóságuk, a legtöbb tökfélét egy hűvös kamrában tényleg tél végéig el lehet tartani, és bármikor elő lehet venni, és lehet belőlük csinálni sültököt, vagy töklevest, vagy egy tökkrémet. És én most ezt fogom csinálni, méghozzá ebből a gyönyörűségesen szép muskotályos tökből fogok egy borzasztóan egyszerű szendvicskrémet készíteni, hiszen itt van a csodálatos kirándulós idő, és hát azért kirándulni nyilván nem megy el az ember élelem nélkül, és egy ilyen tökrém az tökéletes. Mondhatni tök jó egy kirándulás kiegészítőjének, és nem mindig van időnk nyilván a kirándulás előtt órákon keresztül főzni, ezt pedig tényleg nagyon-nagyon gyorsan meg lehet csinálni. Fáj a szívvel ugyan, de föl kell, hogy vágjam ezt a muskotályos tököt, de hát most nézzétek meg, milyen gyönyörű. Mondjuk azért ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy azért ahhoz, hogy ezek ekkorára megnőjenek, tápanyagra igencsak szükség van, tehát ezért van az, hogy a komposztból hajtanak ki, mert hogy szükségük van sok tápanyagra, meg vízre, tehát ha szeretnénk szép nagy tököt, akkor azért ezeket biztosítani kell, de ha ez megvan, akkor ilyen gyönyörűségek állnak majd a rendelkezésünkre. Most annyit fogok tenni, hogy fölvágom szeletekre a tököt, és lobogó vízbe bedobom, és egy óráig főzöm, hogy jó puha legyen a húsa. Gyönyörű szép narancssárga húsa van. Először azért a magokat, azokat eltávolítom, tehát azokat nem fogom megfőzni. Isteni illata van, nem véletlen muskotályos tök a neve. Egyébként sütőtököt is használhattunk volna, az is ugyanúgy alkalmas erre a receptre, de hát ha már itt volt ez a gyönyörű tök, akkor inkább ezt fogom erre a célra felhasználni. Ezekből a szeletekből most kiszedem a magot, és bedobom őket lobogó vízbe, és egy órán keresztül fogom főzni őket, és közben eszembe jutott még egy nagyon-nagyon fontos kabakos fajta, a dinnye. A dinnyék is ebbe a családba tartoznak, tehát tényleg egy nagyon sok oldalú, szuper, mondhatni tök jó család. A magokat természetesen meg lehet pirítani egy jó kis tökmagozáshoz, de el is lehet tenni őket, szépen megszárítva a következő évre, hogy megint legyen ilyen gyönyörűséges muskotályos töktermésünk. Annyira
jó illata van, ilyen sárga dínye illata, nem bírom megállni. Meg kell kóstoljam. Ez még nyersen is jó, tényleg. Ezt meg is eszem. Megfőtt a tök, úgyhogy most belefejtem ide a tálba. Nagyon-nagyon finom lett már most. Egyébként nyilván lehetett volna sütni is, tehát az is egy megoldás, hogy az ember sütőben megsüti és azt kanalazza ki, és akkor az ad egy kicsit karamellizált extra ízt, de ez most egy ilyen, még annál is egyszerűbb, tényleg csak főzni kell. Lehet látni, hogy ez gyakorlatilag annyira puha, hogy szinte késsel össze lehet nyomogatni, de azért egy picit összeturmixolom, és hagyom kihűlni. Kihűlt a krém, úgyhogy most hozzá lehet adni egyrészt a két lila hagymát, amit apróra vágok. És hogy jó krémes legyen, jön bele 10 deka Venus Natur kenő margarin, ami nem csak finom, de tisztán növényi alapú, így tejmentes, ezért laktózmentes is. Jöhet a fűszerezés, nem kell túl bonyolítani, kell egy kis só. Hogy szokták ezt mondani? Ízlés szerint. Meg sója szerint, mert ugye nincs két egyforma só, valamiből sokkal több kell, valamiből kevesebb. Egy kis bors, én frissen őrölve szeretem. És a kicsit intenzívebb ízek kedvelői megpróbálkozhatnak egy kis indiai fűszerezéssel is. Én egy kis garam masalát is fogok hozzá adni. Ez jó lesz. És ezt az egészet most szépen krémessé turmixolom. Na, készen van a krém, ezt érdemes valami jó kenyérre tenni, nem pedig valami vacakra, hanem valami finom, jó kenyérre, ezen szerintem nem érdemes spórolni, mint ahogy azon se, hogy mennyit teszünk rá, jó bőséggel kenjük meg a kenyeret. Az a jó ebben, hogy ezt nyugodtan el lehet tenni, be lehet rakni egy dobozba, vagy akár a mélyhűtőbe, bármikor elő lehet venni. Érdemes egy kis szintén házi zölddel megszórni, van itt egy kis bazsalikom, picike házi petrezselyem. Ez így már fogyasztható, és ráadásul ez így vegán barát, tehát hogyha valaki így szeretné enni, akkor már lehet így, de ha szeretné valaki egy kicsit cifrázni, akkor lehet tenni rá egy kis sajtot. Ez így már tényleg isteni, de ha valaki nem idegenkedik a hústól, akkor még esetleg egy kis sült sonkával is meg lehet bolondítani. Ugye, hogy milyen egyszerű volt, tényleg néhány perc alatt el lehet készíteni, ha beesett hirtelen egy vendégsereg is, meg akarjátok kínálni őket, valamivel össze lehet dobni egy ilyen tökrémet. Nagyon-nagyon jó szendvicsnek, ha kirándulni mennétek, de a lényeg az, hogy ültessetek sok tökfélét, mert egy nagyszerű növény, és nagyon-nagyon sok oldalon használható föl. Jó étvágyat!